A COVID elleni védekezés többletköltségeket eredményezett 2020-ban és 2021-ben is Nyírkarászon, ez pedig jelentősen hátráltatta a fejlesztéseket. Emiatt a 2019-es viharban megsérült művelődési ház tetőszerkezetét azóta sem tudták helyreállítani. Fél emelet ráépítéssel akarták helyrehozni, így azonban az épület meghaladta volna a településen engedélyezett 7,5 méteres építési magasságot. Ezért építésrendezési tervet kellett elfogadtatni, ami közel egy évig tartott a COVID miatt. 19-es árakhoz képest mi kaptunk rá 37-es millió forintot, 34 millió forintot kaptunk Viszmajorból, 3 millió forint körül volt a biztosító, amit fizetett, és az építőanyag árak rettentően elmentek. Mindegy, belekezdünk, mert valójában ezt április 30-áig nekünk a Viszmajorral el kéne számolni, át kéne adni. Valamint az alsó szintre nyertünk egy felújítást, 27 milliót a Magyar Faluból. Ebbe azért nem kezdtünk bele, ha a tető nincs kész, miért csináljuk az alját. Egy nagyobb eső, egy nagyobb hó, és akkor beázik, befolyik, tönkre megy az alja, tehát azt sem kezdtük el, tehát ezt egyszerre kéne a két folyamatot megcsinálni. Mindenek ellenére voltak eredmények 2021-ben a településen, átadták például a termelői piacot. A 200 négyzetméteres épület több mint 83 millió forintból készült el, ahol a falu közel 300 őstermelője tudja eladni a zöldséget és gyümölcsöt. Toppos pályázaton nyert forrást az önkormányzat energetikai beruházásra, ez tavasszal kezdődhet el az idősek otthonában, majd az általános iskolában. A tervek szerint lecserélik a nyílászárókat és megoldják a hőszigetelést is. Az önkormányzat állattartással is foglalkozik, jelenleg közel 150 sertést tart a település, ezek feldolgozása azonban nem megoldott. Sertésenként minimum 15 ezer forintos többletköltséget jelent, hogy tornyospálcára, vágóhídra szállítsák az állatokat. A Kisvárda felé vezető út mentén nincs járda, ezt idén pótolni szeretnék. Fejleszteni kéne az utakat. Sajnos Nyírkarász egy összfér település, azt kell mondjam, ugyanis kistérségileg Baktalorontházához tartozunk, tehát aki írnak egy pályázatot és kistérségi besorolás van, akkor mi nagyon hátrányos helyzetűek vagyunk. De viszont, ha járásilag sorolnak be bennünket, akkor sajnos járásilag Kisvárdához tartozunk, és már rögtön nem vagyunk hátrányos helyzetűek, mert a kisvárdi térség az nem hátrányos helyzetű, választókerületileg viszont Mátészalkához tartozunk. És néha úgy érzem sajnos, hogy nincs gazdánk. Tehát ez az út. Tehát jelenleg kettő útunk van, ami rettentő, nagyon sürgős beavatkozást igényel. Magyar Faluba pályáztunk rá, sajnos nem nyert. Egyszer se tartaléklistára kerültünk, de nem nyert. A Móri Zsigmond utca első része pár éve Murvás út lett, amelyet az önkormányzat saját erőből alakított ki. Ez korábban teljesen járhatatlan volt. Az útra még kell egy finom réteg, az ehhez szükséges kő már be van készítve, csak a megfelelő időjárást várják a munkálatok elvégzéséhez. A távlati terv pedig, hogy olyan munkahelyeket hozzanak létre, amelyek segítik a lakosság helyben tartását. Az önkormányzat egy 10 hektáros ipari területnek minősített földdel rendelkezik, ezt akár állattartásra is felhasználnák. A polgármester ebben látja a jövőt.